Robi, van autópálya matricát? Vagy lógtál egész évben? Ne viccelj már, de a kérdés felvetése sértő és bántó. Én éves matricákat veszek már évek óta. De voltam olyan helyzetben, és pont erre fogom majd beszélgetni vendégünkkel, Bartal Tamással, aki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgálat, az ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy az ember néha tényleg önhibáján kívül fölmegy egy autópálya szakaszra, mert nem tudom, én azt gondolod, hogy az oda még az pont jó, vagy elfelejtetted, hogy már lejárt, nem? És akkor ez az ember csak így maga tehetetlenül, vagy járkál. Maga tehetetlenül, szegény, tehát véletlenül se feltételezzük, hogy valaki blitzel, de ugye átadjuk már is a szót, de beszélgettünk arról adás előtt, hogy tényleg van, aki azt hiszi, hogy van. Na, nekik van most egy nagy kedvezmény. Igen, ez egy napi probléma egyébként, higgyék el, a nézők is. Rengeteg ilyen esettel találkozunk az ügyfélszolgálaton. Az emberek azt hiszik, hogy van matricájuk, és akár ugye mondjuk Fehérvárról Budapestre bejárva egy hónapon keresztül úgy járnak, hogy meggyőződésük, hogy van matricájuk. Már is felhalmoztak 30 büntetést, ami egyébként egy idő után 60 ezer forinttá, tehát 30-szor 60 ezer forinttá fog nőni. Na most pódiumamnestiát hirdettünk, a kormány elfogadta az erre vonatkozó javaslatunkat. Ez azt jelenti, hogy valaki az első felszólítást megkapásától számított 75 napon belül vesz egy országos éves matricát, akkor az összes büntetését eltörölték. Teljesen mindegy, hogy ez a büntetés addig összesen mekkora. Így van, így van, így van, ezért amnestia. De egyébként, aki, azt mondja, van, aki hónapokig vagy hetekig így jár, aki mondjuk blitz, én felmennék, és nem lenne tuti, rögtön kapnám a következő héten. De majd a vezérigazgatóra azt elmondja, hogy nem mindjárt 60 ezeres a büntetőcsek, ugye az első az 15 ezer. Így van. Hát, de ezt megkapja rövid időn belül. Persze, az egész ott indul, hogy van a 60 perces szabály. Tehát, hogyha főszabály szerint mindenki vegye matricát, mielőtt fölmegy az autópályára. De ha fölment, és még nem vette meg, egyébként nagyon sokan ezt tudatosan így járnak el, mert megállnak egy benzinkúton vagy egy pihenőbe, egy órája van mindenkinek még, hogy megvegye ezzel. Több millióan éltek ebben az évben, és ez egy nagyon fontos szabály. És igen, utána akkor megy ki az első felszólítás, 15 ezer, 30 ezer, aztán 60 ezer forint válik belőle. Így növekszik ez a pódi. De mondom, mi nem büntetni szeretnénk, ezt mindig elmondom, hogy nekünk az nem egy élvezet. Senkinek nem jó, az ügyfélnek se jó, nekünk se jó, hogy ezzel foglalkozni kell. Ezért vannak ezek a szabályok, ott van a pódi maximalizálás. Az is egy kedvezményes szabály, ez azt jelenti, hogy ugyanolyan 75 napon belül kettő darab pótdíjjal, ami 30 ezer forint, meg lehet szabadulni az összes büntetéstől, amit 75 napon belül valaki felhalmozott. Ha 75 napot elmulasztotta, most van egy új szabály, 180 napon belül 6 darab pótdíjjal, vagyis 90 ezer forinttal megszabadulhat. Ez egy egyszerű matematika, ugye már két pótdíjnál 120 ezer forint helyett, vagy 30 ezer, vagy 90 ezer forinttal lehet szabadulni. És ugye, hát nem mindegy, így viszont ők egy csomó pódítól elesnek. De mondom, nem az a lényeg, hogy pódíjazzuk az embereket, nem büntetni szeretnénk. Igen. Mi hiszünk abban, hogy mi egy szolgáltató állami vállalat vagyunk, és ügyfélbarát megoldásokkal szeretnénk élni. A soha nem merült fel a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT részéről, hogy a pandémia ideje alatt, mint ahogy eltörölték a parkolási díjakat is, azt mondják, hogy vagy adnak valami óriási nagy kedvezményt az autósoknak, vagy amit ön is mond, hogy van egy csomó büntetés, és akkor azt mondják, hogy ezt elengedik, anélkül, hogy vetetnének velük, nem tudom én, egész éves matricát. Ez nem a mi döntésünk lenne, ez egy kormányzati döntés, és hallottam, hogy van ilyen politikai követelés. Azért azt el kell mondanom, hogy a parkolással szemben az autópálya használat azért teljesen más a fizetési struktúra is, tehát itt ugye, ahogy ön is, előre megveszi az éves matricát. A többség azért így cselekszik, tehát nem lenne fair azokkal szemben, akik előre megváltják az autópályamatricát, hogy van, aki most aktuálisan éppen ne fizessen érte. Ugye a parkolásnál ez nem így van, mert ott mindig adhok fizetünk. Mik az arányok egyébként? Tehát, hogy a magyar ember mit választ régen, azt tudom, nagyon népszerű volt, főleg a nyári időszakban. Most zavarban vagyok, mert tényleg már ezer éve, éves. Volt, nem? De ugye jól emlékszem, hogy az még van. Most a heti matrica, a tíznapos a legkisebb típus. Magyarok már nem ezt veszik. Ez inkább a külföldieknek a terméke, tehát 60-65%-ban a külföldiek veszik. Jó, kivéve ezt az évet, mert ugye most nincsen külföldi turizmus Magyarországon. Az emberek egyre tudatosabbak, tehát nagyon sokan éves matricát vesznek, és a megyei matrica, ami nagyon megugrott, most is az előértékesítési időszakban azt látjuk, hogy 65%-ban a megyei matricákat veszik az emberek. A pandémia után is májusban ezt ért leghamarabb magához
a megyei matrica eladás. Volt júliusban azt hiszem 30%-kal haladta meg az egy évvel korábbi eladási adatokat a megyei matrica, ez a belföldi turizmusra utal egyértelműen. Azt mondja még el a végén, hogy akkor, akinek most van pódia, most az mit csináljon? Tehát ugye már lehet venni jövő évi matricát, az tiszta sor, de aki szeretné az előző évre, az ugyanúgy ott megteheti, megtalálja a teendőket? Lényegében aki a pódiumnesztével akar élni, azt tulajdonképpen már a jövő évi matricát tudja megváltani, és ezzel ugye a tavalyi, vagy az pontosabban még idei évi büntetésektől tud megszabadulni. Vegyen egy országos éves matricát. Így van, és ez tényleg a legbiztonságosabb módon most már hozzá tudunk jutni nagyon régóta, ugye a telefonon keresztül is ezt. Köszönjük szépen. Megoldjuk, köszönjük szépen.